A nyíregyházi önkéntes tűzoltó csapat képviselte Magyarországot 1906-ban a milánói nemzetközi tűzoltó versenyen. A csapat a maximális 30 pontból 24,5 pontot szerzett, ezzel aranyérmesek lettek a nyíregyháziak. A díjhoz járó pénzjutalmukat az akkori olasz földrengés áldozatainak ajánlották fel a győztesek, hangzott el a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság emlékülésén. A megyei igazgató kiemelte, szeptember elején több eseményt ünnepelnek a nyíregyházi megyebeli tűzoltók. Az egyik esemény az, hogy 110 évvel ezelőtt a nyíregyházi önkéntesek Milánóban megnyertek egy nemzetközi versenyt, első helyezést értek el. A második apropó pedig az, hogy a tűzoltó relikviánkat az 1944-45-ös időben a nyíregyházi tűzoltók nem adták át az amerikaiaknak, hanem elrejtették, és 40 év után sikerült rátalálni, amit most a tűzoltó múzeumunkban látható. Ezek a képek 1986-ban készültek Linztől nem messze, akkor találták meg az évtizedekkel előtte elrejtett tűzoltó relikviákat. Ezt a múzeumban látható babérkoszorút is a megyebeli régészek találták meg. Az emlékülésen az ásatás vezetője Németh Péter is szót kapott. 35 tárgy került elő, ezek között 5 darab sajnos tönkrement olajkép volt, a talajvíz tönkretette. A maradék 30 tárgynak a zöme szerencsére ezüstány volt, úgyhogy a koróziótól eltekintve szinte épségbe kerültek elő. Például ez az 1800-as évekből való versenydíj. Megtalálásának pillanatát is megörökítették, a tűzoltó relikviákat őrző emlékhelyet pedig most nevezték el Konti Gyuláról, Nyíregyháza első tűzoltó parancsnokáról. Az ünnepségen emlékplaketteket is adtak át, többek között a megyei közgyűlés alelnökét is díjazták. Az ünnepséget a megyeháza előtti téren zárták, ott a milánói verseny és a győztes nyíregyház emlékére gyakorlatoztak a tűzoltók, korhű ruhákban, korhű eszközökkel.